Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárságának támogatásával tavaly indította el a Magyar Diáksport Szövetség a Sport legyen a tiéd elnevezésű rendezvénysorozatot. Ez évben 500 millió forintos támogatási keretből 13 sportági szakszövetség több mint 1100 intézménybe juttat el sportszereket. A megyében Csenger és Nyírbátor után harmadikként Kisvárdán a református óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégiumban tartottak bemutatót a diákoknak. Ide Kisvárdára kézilabda eszközcsomag érkezett, reméljük, hogy jó helyre került. Én úgy tudom, hogy itt erős a kézilabda, hogy gyerekek fogják tudni alkalmazni, akár testnevelés órán, akár a délutáni foglalkozások során. Ami még a programot illeti, ugye három nagy részre kell bontani, voltak azok a nagy megyei események. Nyíregyházán szeptember elején került megrendezésre a Continental Arénában, ahol 15-16 sportág mutatkozott be, és 800 ezer gyerek vett részt ezen a rendezvényen. Második pillért jelentik azok az iskolai események, ahol most is vagyunk, és ahogy említettem, a nagyértékű sportág eszközcsomag kihelyezése jelenti a harmadik pillért. Kisvárdán a kézilabda mellett az asztali tenisszel és a karatéval ismerkedtettek meg a fiatalok. Az intézmény igazgatónője elmondta, hogy a mentális nevelés mellett nagy gondot fordítanak a gyerekek fizikai állapotának javítására is. A kötelező öttes nevelés óra keretén belül megpróbálunk mindenféle változatos sporttevékenységet felmutatni. Ez azt jelenti, hogy a futballtól, a kézilabdától, a röplabdától egészen az úszásig mindenféle sportág megtalálható, illetve kívüli módon testnevelés órák keretében néptáncot is oktatunk a diákjainknak, ami azt gondolom, hogy változatossá is színessé teszi ezeket a lehetőségeket, illetve minden tanuló megtalálhatja a maga testalkatához és fizikumához illő sportágat. A Sport legyen a tiéd ez évben a megyében még Ófehértún és Nagyhalászban is igyekszik majd kedvet csinálni a gyerekeknek a versenyszerű sportoláshoz.